Üdvözlök mindenkit, Fábián Tamás vagyok, és ahogy Fejér Tamás is mondta, egy gyors bemutatóba szeretném megmutatni, hogy a tervezés során mennyire egyszerűen tudunk szimulációkat létrehozni. Ehhez pedig egy szimulációs varázslót fogunk használni, ami az összes alapvető lépésen végig fog minket vezetni, amely ahhoz szükséges, hogy a szimulációnkat helyesen felépítsük, majd meg is tudjuk ezt oldani. Ahogy látjuk, a szimuláció elindítása után az alkatrészünket kell definiálni, és utána pedig minden egyes lépésben meg fogja nekünk mondani az NX, hogy milyen szükséges beállítások szükségesek. Ugye a peremfeltételeket kell definiálni, kényszerekkel le tudjuk kötni a csatlakozó felületeket, ezáltal az elmozdulást tudjuk gátolni ezeken a felületeken. Ebben a példában egy elektronikai eszköznek a külső borítását szeretnénk modellezni. Azt szeretnénk szimulálni, hogy adott nyomás hatására mekkora elmozdulás keletkezik, ezért itt a következő lépésben ezt a belső nyomást fogjuk definiálni adott felületekre. Majd miután ez megtörtént, meg kell határozni, hogy mekkora ez a nyomás, és nincs más hátra, mint hogy az anyagot is definiáljuk. Ebben a példában egy polimert fogunk megadni anyagként, méghozzá ABS-t. Hogyha definiáltuk a peremfeltételeket és az anyagot is megadtuk, akkor nincs más hátra, mint hogy az elem méretet megadjuk. Az NX automatikusan a geometria alapján egy optimális elem méretet fog nekünk meghatározni, és egy tetraédres hálót fog az egész geometriára felrakni. Hogyha ez is definiálva lett, akkor meg is tudjuk oldani ezt a véges elemes modellt. Itt a SimCenter Nastran nevezetű megoldót használjuk, ami tökéletesen alkalmazható szerkezeti analízisek vizsgálatára, és ennek segítségével meg fogjuk katni az elmozdulásokat az egész alkatrészben. Hogyha lefuttattuk ezt a megoldót, akkor ezt az egész szimulációt el is tudjuk menteni. Hogyha később is fel szeretnénk ezt használni, illetve hogyha a szimulációs környezetben szeretnénk ezt használni, vagy egyéb módosításokat később el szeretnénk ezen végezni. Miután elmentettük a szimulációt, át is léphetünk szimulációs környezetbe itt az NX-en belül, ahol le tudjuk ellenőrizni, hogy itt a varázslóba beállított minden peremfeltételt és minden egyes terhelést beimportált nekünk az NX ide a szimulációs környezetbe. Hogyha mindent rendben találunk, akkor a megoldást meg is tudjuk nézni, meg tudjuk nézni, hogy mekkora maximális elmozdulásunk. Látjuk, hogy ez egy 0,74 mm-es. Hogyha nekünk elő van írva, hogy ennél kisebb elmozdulás szükséges, akkor számtalan módosítási lehetőségünk van, például a geometria módosítása, egy új dizájn létrehozása. Ehhez visszamegyünk ide a keres környezetbe, és szinkron modellezési parancsokkal nagyon gyorsan át tudjuk alakítani a geometriát. Azért jó ez a szinkron modellezés, ugye, mert a modelltörténet ismerete nélkül tudjuk módosítani a geometriánkat. Mivel itt a merevítő bordáknál volt a maximális elmozdulás, ezért megduplázzuk ezeket a merevítő bordákat, és remélni fogjuk, hogy így már jóval kisebb lesz ez a maximális elmozdulás. Miután gyorsan megcsináltuk a geometriai módosításokat, visszalépünk a szimulációs környezetbe, az asszociatív kapcsolatnak köszönhetően ebben is már az új dizájn fog nekünk megjelenni. Viszont az NX szólni fog nekünk, hogy vannak olyan felületek, amik nincsenek még behálózva. Ezt nagyon gyorsan egy update-tel tudjuk frissíteni, és látni fogjuk, hogy ezután már a teljes geometria behálózásra került. Hogyha az eredeti dizájnnal kapott megoldásokat szeretnénk megtartani, akkor nincs más dolgunk, mint lemásoljuk a beállításokat, ellenőrizzük a peremfeltételeket, látni fogjuk, hogy létrejött egy olyan felület, amin definiálni kell ugyanúgy a nyomást, ezt érdemes mindig ellenőrizni, de hogyha mindent rendben találunk, akkor ezt az új dizájnnak a végesen modelljét is meg tudjuk oldani. Ehhez is szintén a Nastran megoldót fogjuk használni, és látjuk, hogy igazából nagyon gyorsan az új dizájnra is meg fogjuk kapni a maximális elmozdulást, amit vizsgálni szerettünk volna az egész feladat során.
Miután kiszámolja nekünk az NX a maximális elmozdulást, le tudjuk ezt ellenőrizni, és össze is fogjuk tudni hasonlítani a korábbi dizájnnal kapott megoldásokat. Ugye látjuk itt a bemutatóban, hogy most már csak 0,65 század milliméter, tehát körülbelül 20%-a csökkentettük a maximális elmozdulást. Hogyha ez nekünk megfelelő, akkor igazából ábrákkal szépen tudjuk prezentálni a két dizájn közötti különbséget, ha pedig további módosításokra van szükségünk, akkor szintén a keres környezetben tovább tudjuk módosítani ezt.